Szasztos kaszok üdvözlet mindenkinek a Battlefield 1 immáron single player végigjátszásánál. Nos, multiplayerből töltöttünk fel már jó pár videót, pontosabban töltöttem fel, de többnyire barátokkal játszottam, ezért több eszlámba beszéltem, ez igazából lényegtelen információ. És a kampánnyal még nem igazán játszottam, szóval gondoltam, mivel azt is igazán érdekesre csinálták meg, arra is kéne vetni egy pillantást. Egy war story már meg van csinálva, nem én játszottam. Szóval igazából sok mindenről nem maradtam le, meg ebbe is bele lett kezdve, de igazából nekem nagy élményt nem nyújtottak, mert nem én játszottam őket, szóval nem is tudom, elméletileg ez a legelső pálya, amit igazából már bemutatott az EA is. Szóval ezt kb. Már mindenki ismeri, de minden esetre mi is esünk túl rajta. Kíváncsi vagyok, hogy mi történhet benne, bár már mindenki tudja, ebből kifolyólag én is tudom. Break of Dawn, goddamn, let's go, oké. Okay. Nem esek abba a hibába, hogy hardra állítom. Mint a legeslegelső Battlefield 3 végigjátszásomnál, ne nézzétek meg azt a videót, borzasztó. Inkább csak kezdjük el. Nos igen, ez általában nem a legjobb jelet jelenti, de végre valami jót csinált az EA, jó játékot adott ki? Igaz, ez is csak a DICE-nak köszönhető. Sajnos pénzzel még így is lehúznak, season pass-ek meg minden. És ott volt egy francia katona, amit egyébként nem látunk a játékban. Legalábbis a multiplayerben még. És ja, a DICE eléggé arra ment rá, hogy átadja a háborúnak a borzalmait. És szerintem ez egy kibaszott jó ötlet. Hogy nem szívesen ölöd meg az ellenséges katonákat. Az egész csak egy mészárlás, sárban vagytok, mindenki el van keseredve, csak toljátok. És a DICE ezt nagyon-nagyon jól eltalálta szerintem, a multiplayerben is nagyon átjön, szóval miért is te jöjjön egy kis single player is? Közben elnézést, hogy végig dumáltam ezeket a dolgokat, de szerintem tudtok olvasni, miközben beszélek. Nem várják el, hogy túléld. Ötven nem elvárt a túlélésed. Vagy nem számítanak a túlélésedre, tök mindegy, haver. És körbe is vettek. Csodás haver, így a legjobb kezdeni egy játékot, mikor körbe vagytok véve. Szóval ha körbe vagyunk véve, akkor onnan is kéne jönniük. Meg erről is, de nem tudom, mindenki erre fut, szóval gondolom én is erre futnék, na hol vagytok? Hol már fújják is a sípokat, haver. Ez azt jelenti, hogy akkor tunkolhatom belejük az olmod. Itt aztán most amerikai katonákkal vagyunk. Németek ellen, vagy valami olyasmi. Mint ahogy mondtam, a franciákat nem nagyon rakták bele a játékba, mindenki ki volt akadva, hogy az első DLC-ben lesznek. És valószínűleg az első DLC tele lesz ilyen verdönös szarságokkal. Ami jól van, amúgy valóban megérdemel egy DLC-t, meg így jól lehet sajtolni a pénzt, de azért egy igen fontos része volt az első VH-nak. Csak ott halt meg egyedül nem tudom hány millió ember azon az egy csatamezőn. És szerintem egy DLC-t is lehetne arra úgymond áldozni, hogy csak azon a... Hogy is hívják, ott mindjárt kifogyok haver, és még csak nem tudom hány németet öltem meg. Ennyi volt trip, haver. Na szóval csak egy csatavonalra, Elias Verdunre szerintem egy DLC-t el lehet áldozni. Az a csávó meg itt jól kipurcant mellettem, ez itt az első világháború baby. Full automata fegyverekkel. Jó van, részletekben nem menjünk bele, muszáj volt a DICE-nak full automata fegyvereket belerakni, hogy picit pörgős is legyen a játék. Ugyebár az első világháborúban max csak 18 fele voltak kísérleti automata fegyverek. Nagyobb gépfegyverállások lehet, hogy léteztek. Annyira én se vagyok profi világháborús dolgokban. Ezt szerintem most dobtam el, de teszteljük, csak valóban nem. Hú, de volt betöltény. Mi? Hol mi? Na, oké. Okay. Ez a beszéd. Én tartom, haver.
Attól nem kell félni. Még a gránátok elől is elfutak a gyakem. És ugyebár nem várják el, hogy túléljek, és már most elég starsituban vagyok, belassult a kép, lángolok. Lehet, hogy dobnom kéne egy gránátot is. Ez a csávot ott ellelőtt engem. Willard Rickland, vagy hogy kéne kimondani a neved, 97-től 18-ig, elég fiatal, egy fiatal ember voltam. Nos, ja. Hát ja, haver, ami nagyon tetszik ebben az első pályában, hogyha meghalsz, nem visszadob egy checkpointra, hanem átvált egy másik katonára. Ezt nem tudom, hogy többi játékok, vagy többi kampányban is eljátsza, de minden esetre ebben ugye eléggé ad egy feelinget. Eléggé ilyen... Hát megint csak a háború borzalmai, haver, fogyóeszközök voltak az emberek. Be kell látni, az a sávon, hogy a totál fel fog robbanni. Főleg ez a gránát, amit az orrom elé dobtak, és még csak fel sem tudok állni a fedezékemben. Azokat mind németek? Hups. Na, már bent is vannak, mire jók a barátaim, haver? Arra, hogy lelőjem őket. Na mindegy. Hogyha ők nem intézik el őket, akkor én elintézem. Remélhetőleg ez a csávó itt meghalt, mert eléggé rámiasztott. Fogalmas is, miért váltottam egy pisztolyra, mikor ott volt a shotgun a kezembe, de tök mindegy. Ez multiplayerben egy kibaszott OP dolog amúgy a shotgunozás, meg az a rohadt assault class, de ki nem állhatom. Ó. Oh. Azt hiszem ennek az embernek lesz sokáig tartó életem. Már ki tudja, lehet, hogy még regenerálódok. Az ablakok, én pont egy ablak mellett állok. Úgy van, meg is öltem a kis ásókámmal. Na inkább kapjatok egy gránátot, haver. Meg se kottyant ennek a seggfejnek itt. Jól van, vágom, hogy az ablakoktól jönnek, haver. Most egy picikét is maradj velem, Lacy, ne hallj meg. Nem is a fedezékben állok. Azokat próbálom figyelni, csak egy csávó éppen lángott a pofámban. Nem tudom, mit vársz el tőlem, haver. Mert nyilván azt, hogy öljen meg az összeset, de... Ez picit lehetetlen, fogytam van a muníció is, az életem is. Lángszórókkal jönnek, meghalnál seggfej. Úgy van, köszönöm szépen. Még ide akart futni a kis mocsak? Mi? Hol? Jó, hogy fedezed a seggemet, haver. Oké, valamilyen szinten fedezted, király, vagy... Oda is egy gránát. Ójjaj, oké. Ne robbanj fel. Az meg barát vagy. Itt már annyi fegyver van. És már ő is szar... Oké. Semmit nem ért a health barom igazából. Meghaltam így is, úgy is. Te egy picikét idősebb fiatal ember volt. A Unknown Soldier of the Great War. Hát ja, haver. Akkor ti lehet, hogy brittek voltatok, mert a britteknek voltak nagyon tankjaik. Aztán a németek kopizták le tudtommal. Szóval, mint a multiplayerben, osztrák-magyar monarchiának soha nem volt tankja, olaszoknak szerintem soha nem volt tankjuk, max csak az angoloknak és a németeknek. Ruszkik talán? Nem tudom. Ki az, nem tudom, hogy vagy barát volt, vagy sem, nem tudom, miért akartam Balázsnak hívni. Na, repüljetek csak. Azok meg ott már tényleg németek. Mekkora mehez, hogy van egy baszott nagy ágyum. Mert ő elvárja, hogy a gépfegyvereket használjam, ez logikus, mert azért nagy kalibert mégiscsak az izékre kéne használni. Ellenséges járművekre, falakra neten. Közben van egy olyan érzésem, hogy hangosabbra kéne venni a játékot, de ezt utólag is meg tudom oldani majd a Vegas Pro-ban. Jéj! Csodálatos kis program. Bocs, haver. Bányt eléggé németnek, fasz se tudja, mivel nem is érdekel, tudod mit? Akkor küldjük meg azt a falat. Rip. Hát akkor menjünk előre, haver. Meg nem tudom, hogy ki barát és ki ellenség, de azt a falatot szintén megküldöm. Mert jól. Jól elütöttünk valakit.
Na ja, az első világháborús tankok nem tudom mennyire voltak. Oké, field gun, mire lőjek, haver? Arrot! Na, ki se tudtad mondani a mondatot, barátom? Ennyire jó vagyok. És van ez a tank, mikor ér szamarú véget? Igazából, mert egyáltalán nem emlékszek a Battlefield 1 gameplayre, amit kiadott a DICE. Nem, reméltek ti csak hasra vett. Nem, meghaltatok. Örömmel, baby. Ezek itt eléggé mozognak. Akkor én intézem el őket. Na ja. Húj, fel a gázzel arccal, haver. Charge a tolko... hold a tolkozt, oké, az is egy jó ízém. Kurva anyátokat. Igen, elfelejtettem, hogy nem lehet célozni, mikor izével vagy gázzel arccal. Viszont itt most minden csupa mustergáz, szóval... Ez egy nagyon feelinges intro egyébként ennek a játéknak. Téged lerohannak a bajonettemmel, haver, hogyha tudnám, hogy hogy kell. Facepalm. neki már van bajonettje. Meg egy bolt action, nem is tudom. Vadászpuskának lehetne, de azért fasz se tudja, nem értek ezekhez a fegyverekhez, ha meghatagolnél végre. Valakit én nagyon le akarok bajonett charge-olni, szóval gyertek csak kijebb. Persze, hogy őt nem lehet. Hadd fussak át, én még nem halhatok meg így. Oké, Douglas Williams, sorry, cserben hagytalak. És ennek meg nem is bajonettje van, zsír. Ennyit a bajonett charge-okról. Ha már multiplayerbe elcsehetem, meg kb. Csak support klasszal nyomom, akik meg egy bajonettel és fegyvert nem kapnak. Ez pont egy support fegyver, amit nem nagyon használtam, pont ezért, mert egy használhatatlan fos igazából. Na mindegy, ezzel a lángoló tankkal hát, ha előrébb tudunk pusholni. Aki jobb oldaltul, az már biztos pirítós, nem szívesen lennék a helyében, egy színelő sem. Te mit csinálsz, haver? Neked kéne előre pusholni a vonalunkat? Only in Battlefield, baby. Okay, igazából csak holdolnunk kéne a line, de azért nyomulunk előre rendesen. És hogy miért van ennyi lángszórós katonájuk? Ez egy írtó jó kérdés. Hú, bassz meg. Wilbert Rapids, ez egy elég hülye név, haver. Mindegy, megint van egy bajonettes emberem. És valami írtóra felrobbant. Én már valaki előtt bebajonett charge-olok, én leszarom, haver. Te rád be lehet? Yeah. Ez az, baby, gyűrd le a földre a macskot. Jó, így jár az, aki a földre gyűr valakit, haver. Egy jó kis artillery strike szétkapott minket. Mindenki halott. Kivéve ő. Meg én. Hm.
Szóval, ja, ez egy elég erőteljes kezdés, de igazából nem akarom leoltani a játékot, az egész csak egy Spielberg sztori. Az egész csak egy Spielberg sztori, a végén azt akarják, hogy szomorú legyél meg, hogy szép dolgokat lássál, egyéb ilyen dolgok. Vannak itt külön kampányaink, ez volt az intro kampány gyakorlatilag. Itt van egy True Mud and Blood, egy brit tanksofőr. Át akar törni az enemy vonalakon. De igen, Friends in High Places, csak egy aviátor csávó. Megint csak a British Royal Flying Corps, nem? Ebből is már egy tutorial pályát így gyakorlatilag végigvittem. Abból a legnagyobb csalódás nekem az volt, hogy nem belső nézetben volt a repülőgép. És egy picit elveszik a feeling, de ki tudja, hogy milyen a többi pálya. Akkor van még egy ilyen kis olasz sztorink. Egy önkéntes olasz katona, aki az Alpokban harcol, ami azt jelenti, hogy osztrák magyarokat kell ölni, amik igazából csak osztrákok, mert egy magyar szót nem hallasz a játékban. The Runner. Ezt én egy ilyen mesterlövészes dolognak tudom elképzelni a forma alapján, fene se tudja. Meg ugyebár itt van a talán legnevezetesebb, ami ugyebár az izé sztori, törökországos, csajszikes, vonatos, nem tudom, ezt is sokszor nyomták le a torkunkon, de nem is tudom, haver. Játsszuk végig mondjuk az olaszosat. Igazából ez a kettő között vacillálok, aztán harmadiknak mindenképpen az aviátorosat akarom, mert az tűnt a leggyengébbnek, úgymond ez a sztori nekem. Legyen mondjuk ez. Sometimes change the battlefield overnight. Luckily, they were mostly on our side. Abban biztos vagyok, haver. Ja, igen, a németek jól lekopiszták az angol tankokat. Ez elég szar ügy lehetett. Húj, szóval a tank egy ijesztő dolog. Nem megbízható a ötös típusú tank. Húj. Ez is egy ilyen kis cozy flashback-kel kezdődik. A csávó csak egy kis random sofőr volt, aztán hirtelen menjünk el Európába. Basszunk szét pár németet. Móka már itt is megtalálható, haver. Big Bass, csak nem a tankunk. A megbízható szépség. Sáron és véren át. Hát ez sok fog sárban és vérben is menni egyaránt, ha vagy... Haver. Oké, te tuti halott vagy, Finch. Igazából mindannyian.
punch through the German line, destroying artillery positions as we go. Épp összeindul a kicsike. De várjál, mert a vallásos hülye gyereket azt tökre elsütötték, mert a Fury-ban is. Jól van, Dice, azért ennyire nem kellett volna klisének lenni. Nem oltani akarom a játékot egyébként. Ne féljetek. És megint csak külső nézet. Jól van, multiban én is szoktam használni a külső nézetet, de... Már őszutsz. És ezt egész pontosan hogy is csináljuk? Oké, fújjuk a sípokat, berohanunk, és akkor... Nem tudom. Ja, most már én irányítok. Na jól van, menjünk, baby. Előre küldtük szegény flótásokat meghalni, az artillery fire már megy nagyon-nagyon nagyban. Igyekszem. Oké, ez meg nagyon közel robbant előttünk. Minél hamarabb oda kéne érnünk. És szépen kiszedni ott azt a dolgot. Én azért megküldöm persze, szerintem pont átment az ablakon, de se baj, ebbe a sárba meg nem kéne beleragadni, ezt így kerüljük csak ki szépen. Te meg lészi, ne rohangálj a kocsi előtt, mert annak rossz vége lesz. Azt a gépfegyverállást ott így mókából, aki ott szerintem volt egy ölésem. Nyugi, szedem őket, ezt a szöges drótot is elintézem. Az ott még mindig életben van. Haver, én próbálom ki... Egy... Ott téged észre se vette meg. Aki előtt szarügy vagy. Én viszont felgurulok, haver. Úgy bizony, mert nem is tudsz oda menni. Ez az örömben. Fújni, lőjük csak őket. Nem gondoltam, hogy ilyen kis zászlófoglalások lesznek még a single playerben is. Erre a tankra lőhetsz, haver. Igazából néhány fegyvert ott elátűzött ennek a páncélet régi tankoknak, de... Az már nem számít. Fussatok, hol vagytok? Azt ott lehet, hogy ki kéne lőni, nem? Kicsit magasabbra. Zsír. Itt merre tudnék átvágni, mondjuk erre. Igazából tök mindegy, egy kibaszott tank vagyok, ha ez a lényegem, ott vágok át, ahol csak szeretnék. Itt már bunkerek is vannak. Meg még több sár. Egyikbe se szeretnék nagyon beleragadni. És bum! Valamit nagyon szétkaptak, nem tudom, hogy mit. Vajon az árokba beleragadunk, vagy pont hát tudok úgy kerülni?
Annak a bunkernak ott semmi értelme nem volt, haver. Csak hogy kidőlt. Felrobbant a fenébe. Valaki aknáról beszél? Nem tudom mi lő ránk, és ez engem eléggé zavar. Itt bent, mint hogyha lenne valami. Valaki. Füsttől nem látok semmit. Á, ott vagy. És most mázid volt, átlőttem feletted. Nem baj, baj, ez egy antitangránát. Toljuk, haver. Úgy, néhány szerelést lehet, hogy végre kéne hajtani, az csak pár másodpercbe kerül, mint a multiplayerben is. Hey, addig várjátok meg. Én akkor meg mondjuk megyek jobbra, hogyha ott a barátunk a baloldali utat választotta. Ott egy német csávó jól kinyírta a barátunkat. Én azzal már nem tudtam semmit se tenni. Hirtelen azt hittem, hogy a gépfegyverem vagyok, de tévedtem. Nagyon nagyot tévedtem. Ajaj. Hé. Mázlid van. De még mekkora mázlid. Aztán nem tudom, hogy hogyan robbantottam fel. De nem számít lényeg, hogy már nem létezik, nem igaz? És tartsuk a pozíciót, Conquest baby. Time to die, na? Azok már mi vagyunk. De gondoljatok bele, hogy első VH-ban milyen para lehetett, mikor először meglátták ezeket a fame monstrumokat, haver. Még soha nem láttak ilyet, csak közelít feléjük, dől belőle a tűz, ólom, minden, ami csak kell. Nem lehetett kellemes látvány. És tudod, hogy azért jön, hogy szétbasszon? Ajaj! Annak nem tudom, hogy hol lehet a gyenge pontja. Hit armored vehicles where they are vulnerable. Thanks at least... Thanks at least armored at the rear. Oké, okay, hogyan fogom én ezt megkerülni? Én kerülök, baby. Tettok vágni ezen a romhalmazon? Az a baj, hogy sárba vezet. Ott vagyok a fightban, baby. Az meg pont az eleje szerintem annak a fosnak, de... Mindegy, ilyen lövöm, haver. És nagy szarban vagyunk. Oké, okay, ha az most rám lő, akkor szarban vagyok. Vagy script ki kell szállni, oké, okay, és nekem az is megteszi. Ez a csávó most fog meghalni, ha... Én szóltam. Még él. Kicsi szar állapotban van, de még él. Nagyon lehet, hogy most lehelte ki az lelkét, de... Még talán az idegre ez a haver. Oké, nem szóltam semmit. Na, mi a dolgom? Megszerelni ezt a fostaliget? Oké, csak szerelek. Mert szállok is be, baby. Faszom. Hol vagyok én? Nem itt álltam meg. Na végre. Oké, ez szar volt, már egy emberrel kevesebb. Oké, random lövés. Tudják, hogy jövünk. Ez még operálható ez a tank egy emberrel kevesebben. Megyek és nem kell kétszer mondani, ott van még egy. Miért mennék előre, haver, ott volt még egy.
Meg egy harmadik. Felem dobálhatják a gránátokat, haver, nekem nem számít. Mert multiplayerben elég idegesítő. Remélhetőleg ezeken a kis utcákon kell mennem. Hol? Ja, az orrom előtt. Fogjuk rá, hogy még bejutottál, haver. Fogjuk rá, te azt meg... Semmiért sem. Oh, hello! Na, vonulnál vissza, te még élsz? Akarsz a szerencsés lenni? Legyen a szerencsés. Futhattál volna messzebb is. Na. Azt most nem tudom, hogy eltaláltam-e, de ott volt az ágyú az orrunk előtt, amit ki kell szedni. Ki az most meg csak bevitte a... Na, ennyi, láncreakció, baby. Szerelhetek. Még egy objektív. Megint csak ellenséges artillery-t kell kiszedni. Na és azok most hol vannak? Pont rálátok? Ha fasz. Igazából fenne se tudja. Én nem látom őket, haver. Már csak látnám, de füst van az orrom előtt. Na, itt volt az orrom előtt! Oké, para nincs, para nincs. Úgyni az nagyot fog szólni, zsír. Szereljünk egy picikét, mert így a legjobb helyen szerelek. Az ott egy ellenséges tag? De cuki. Ja, hamar elintéztük szegényt, ez rossz érzés volt, esélye nem volt. Ez a második világháború pont fordítva történt, de... A német tankok voltak a superiorok. És még lángokban állunk, nem akarom, hogy meghajjon még egy, meg ki tudok szállni? Így gyorsabb a szerelés. Megyek, bazd meg! Szerinted mi a fasz csinálok? Megszerelem és visszamehetsz a hülye gyerek. Nem szeretem az ilyen parancsokokat. Jól van, éppen geci nagy szarban vagyunk, meg lehet érteni a felháborodás, de hát nem. Na, milyenek a falu, baby? Viszont még van egy D objektívünk is. Ja, szélmalomba tuti vannak, ha... Te megmondtam, haver, a szélmalomból lőnek? Vagy a szélmalom előttek, vagy egy bunker előttem. Ez mindig jó. Ott egy ágyú is. Ki is szedtem, haver, nem kellett kétszer mondani, sőt utólag szóltál, miután már elsütöttem ezt a fort. Á, ott te. Még átférek? Ja, szakítok darabok, amit csak akarsz, baby. Na, valakit még darabokra kell szakítani? Te kapsz egy olyat. Úgy nem. Á, nem tudják, mikor kell abba hagyni. Ez egy pontos kis fegyver volt. Ok nélkül nem kapjuk szét a... Na fasz, nem haver. Pusztítást akarok látni. Jól hangzik. Destroy enemy artillery. Új fent, ebbe a sárba beleragadnánk. Van egy olyan sejtésem. Az a bunker ott már barátságos bunker, vagy nem ez a nem használatban lévő bunker. Hogyha friendly fire volt, akkor elnézést.
Nem tudok, mert hülye a domb. Pontosabban én vagyok hülye, de... Hát nem. Szerencsére is pontatlan vagy. Ja, ott van egy másik is. Hello. Hoppá, az előtte lévő fedezéket találtam volna. Vagy semmit sem találtam el. Pup. Emoji. Oké. Okay. Az pró... Oké, okay, felrobbant magától is. Bazd meg, ott van még egy ilyen fos. Aki simán el fog minket intézni, hogyha így folytatom. Bocs, haver. Hát én most nem tudok levágni senkit se, haver, éppen haldoklok. Szereljük is meg ezt a rossz fiút. Szerencsére mással van elfoglalva az izém. Az a tank. És tudom, hátulról a legsebezhetőbb, hogyan férkőzzek mögé. Ez itt a nagy kérdés. Gépfegyverellások, mindenki infantriról magyarázott, szóval valószínűleg már tele vagyunk itt németekkel. Valamit elcáltam, de csak egy kis hitmarkert kaptam. Ennyit erről, és szépen fuss ki a tank elé. Azon a hídon jó lesz átmenni. Neked ott lőttek, haver. Hát, ja, elég élettek. Na. Futhatok, barmag. Ez itt elég szar ügy vagy. Hé, visszafele már nem ér menni. Oké, okay, ebben most így nem tudom, azt akarják, hogy pusoljak true, de... Nem igazán tűnt jó ötletnek igazából. Egy artillerynek lőttek. Most veszem észre, hogy ez a játék milyen kibaszott gyönyörű. Igazából minden alkalommal észreveszem, mikor játszok vele, de... Haver... Mi a fasz másztok ránk a németek? Galamnak tuti lőttek, haver. Íh, haver, az azért kellemetlen lehet. Ki azért a galamb még él legalább? Te meg ragadj már meg egy pisztolyt, haver. Vagy egy madarat. Öngyilkos misszió. Hát csak sikert, barátom. Észre se vették. És ez miért volt öngyilkosság? Jó, mert így is úgyis szétkapnak minket, de maga a madár kiengedése miért volt öngyilkosság? És most elrepülünk. Deliver message to HQ, oké. Okay. Ja, ez a játék egy Spielberg film, haver. Ez a játék egy Spielberg film. Próbál művész lenni, és igazából a gecire be is válik, jól megcsinálta a DICE, haver. Nézzétek a szétbombázott földet, meg minden. Nagyon remélem, hogy most, hogy befutott ez a Battlefield 1, csinálnak majd egy hasonló Battlefield... Na, egy olyan Battlefieldet, ami megint visszatér a második világháborúba. Mert most már szerintem meg tudnák oldani, mert... Most szinte egy tökéletes dolgot értek el ezzel a Battlefield 1-el. Jó irányba repülök egyébként? Remélem.
Á, ezért volt a gyilkosság, küldjük magunkra a tölteteket, mindent értek. Elég fucked up. De tök minden 8 német csimpaszkodott a tankunkon, ebben a YouTube úgyis feltörik. Kemény haver. Na ne basszál, mert túléltük. Mákunk volt. Konfliktus. Új vagyok, haver, se tudom, mit kell csinálni. Már bocs. Örülök, hogy élek. Most készültük magunkat kiszedni. Oké. Szíves erőmest, haver, land mission. Toljuk neki, baby. Let's all get through in one piece, eh? If you get into trouble, we'll be right behind you, lad. Toljuk neki a következő epizódban, közök. Remélhetek tetszik eddig ez a végigjátszás. Kettő pályát nyomtunk végig, fogalmas nincs, hogy hány percbe tellett, de... ez igazából akit érdekel. A lényeg az, hogy tetszett a videó, srácok. Viszlát a következőnél, és addig is sziasztok!